Erdély, a tied minden kis vonásunk. Tied, ha nagyot mertünk, ha hibáztunk. S te is a miénk. A föld kerekén sem lelnénk mást, aki minket így megértsen. Légy hát csendesen megnyugodva, hogy mi soha nem fogunk téged megtagadni. Kincs se kell. Nekünk kincsnél kedvesebb cél látni téged újultodban, Erdély. Szeptember 11-én Kolozsvár magyar lakossága már a magyar nemzeti színű lobogó kiakasztásával foglalatoskodott. Tudták, hogy pár órán belül a magyar hadsereg katonái bevonulnak a kincses városba. Őket várták. Délutánra azonban elerett az eső. Nem őszi szemerkélésről volt szó, hanem sűrű, hosszantartó, szakadó esőről. A virágokat, zöldágakat, pántlikákat és nemzeti színű lobogókat tönkretette az égszakadás. A magyar honvédség katonái sárban és vízben gázolva vonultak be a kincses városba. Olyan sűrűn szakadt az eső, mikor a főtérre értünk, hogy az előttem menő katonát alig láttam, s mikor vertük a díszmenetet egy tábornok előtt, minden lépésünkre szinte dézsányi víz freccsent szét. A délutáni bevonuláshoz hasonló ünneplést azt hiszem Kolozsvár még nem élt át. A zuhogó zápor esőben az emberek tízezrei nem mozdultak el az utcákról. Csak nézték, nézték, és reketre kiabálták magukat. És 1940 között Magyarország egyetlen kormánya sem mondott le a revízióról. Ugyanakkor csaknem mindenki, a reálpolitikus Bethlen Istvántól a revízió teoretikusának tekintett Teleki Pálon át a jobboldali radikalizmust képviselő Gömbös Gyuláig tudta, hogy mindent nem lehet visszaszerezni. A trianoni döntést úgy fogták föl, mint egy igazságtalan átmeneti megoldást, amelyet követni fog ennek az orvoslása, és hogy ez az orvoslás mit jelent, e tekintetben a magyar politizáló közvélemény és a politikai élet megosztott volt. De hogy Trianon nem maradhat örök, és hogy azon változtatni kell, ebbe egységes volt a magyar politikai közvélemény. A mindenkori hortikori kormányzatoknak volt egy kettős beszéde tulajdonképpen. Befelé azt kommunikálták, a mindent visszállt, tehát akár képeslapokra, vagy irredent emlékművekre, vagy nagyon sok mindenre gondolunk, tehát hogy mindennek vissza kell térnie, nem soha, így volt, így lesz. A másik oldalon pedig Nyugat-Európa, vagy a nyugat-európai partnerek felé, most legyenek azok németek, olaszok, franciák, vagy britek, azt kommunikálták, hogy hajlandó, készek vagyunk a kompromisszumra. És pont ez az időszak, amikor ez a fajta kettőség egy olyan kényszerpályára löki bizonyos értelemben a magyar kormányzatot, hogy van egy belső nyomása a közvéleménynek, hogy ha van egy revíziós lehetőség, az ki kell használni. Teleki Pálnak a miniszter tanácsban van egy mondata, hogyha 20 éven keresztül azt mondtuk, hogy nem soha, akkor most nem mondhatjuk azt, hogy igen örökre. Tehát, hogy nem engedhetjük meg azt magunknak, hogy ne éljünk a felkínálkozó revíziós lehetőségekkel. Érdekes módon két nagy hatalom támogatta a revíziót. Az egyik a győztesek mellett volt, Olaszország, de Olaszország elégedetlen volt azzal, amit kapott 1919-20-ban Versailles-ban, és ezért a revizionista hatalmak oldalára állt. A másik pedig, amely még fontosabb volt, Németország. A német politika egyre inkább arra az álláspontra helyezkedett, hogy a versailles-i határokat meg kell változtatni. És ebből a szempontból a magyar határok is nyilván a megváltoztatandó határok közé kerültek, mert hiszen etikai szempontból oly mértékben igazságtalanok voltak, és a magyarokat oly mértékben frusztrálták, hogy Hitler tisztában volt azzal, hogy itt valamit csinálni kell.
Az első bécsi döntés után, amellyel Szlovákia magyar lakta része jó részt visszatért, majd Kárpátalját is elfoglalták, logikusan fordult a magyar politika és közvélemény figyelme az erdélyi kérdés felé. Teleki Pál 1940. április 17-én Hitlernek is levelet írt, amelyben egyértelműen célzott a revízió szükségességére. Ezek az első konkrét lépések, amelyek a második bécsi döntéshez vezetnek, annak ellenére, hogy Hitler megnyerni és nem elveszíteni akarta Romániát, hiszen a német háborús gépezet számára fontosak voltak Románia olajtartalékai. Mindemellett a Szovjetuniónak is megvoltak a saját tervei, és 1940. június 26-án ultimátummal fordult Romániához, amelyben követelte az egykori orosz területek Beszarábia és Észak-Bukovina, azaz csaknem 50 ezer négyzetkilométer átadását. Avem pactul Molotov-Ribbentrop din 1939, care practica a dinamitat toată arhitectura creată de sistemul de la Versailles. Toate statele prinse în protocolul adițional secret al pactului Molotov-Ribbentrop a fost ulterior împărțite sau înglobate în cadrul ori de una, ori de cealaltă. Polonia a fost împărțită de cele două puteri. România a pierdut Basarabia și Bucovina în favoarea Uniunii Sovietice prin ultimatumul 26-27 iunie 1940. Statele Baltice au fost înglobate în 1940 de Uniunea Sovietică. Prin urmare, s-au creat condițiile inclusiv revizuirii tratatului de la Trianon. Az álláspontok tisztázására 1940. július 10-én kerül sor. Hitler Ciano olasz külügyminiszter társaságában találkozik Telekivel Münchenben, és megígéri, hogy nyomást fog gyakorolni Romániára a békés rendezés érdekében. Mivel Hitler kétoldalú tárgyalásra utasítja a feleket, a magyar és a román kormány abban egyezik meg, hogy Turnu-Severinben igyekeznek egyeztetni álláspontjaikat. A tárgyalások 1940. augusztus 16-án kezdődnek el. A magyar tárgyaló delegációt Hóri András vezeti, aki kolozsvári születésű, korábban bukaresti magyar követ volt, jól ismeri a román viszonyokat. Azzal engedik el, hogy a területi megosztásban gondolkodjon. Ugye itt 103 ezer négyzetkilométerről van szó, és a maximális verzió szerint Magyarország egy 60-70 ezer négyzetkilométert kérne vissza, körülbelül Maros vonalig. De fölhatalmazzák Hórit arra is, hogy ennél kevesebbel is beérheti, de a székelyföldnek benne kell lenni ebbe a területbe. A román oldal, a román tárgyaló delegáció, Pop miniszter egyébként, pedig tulajdonképpen nem terület átadásban gondolkodik, hanem a lakosságcserébe. És a lakosságcsere függvényében lenne esetleg kész egy párciumi sávot átadni Magyarországnak, de ez csak az utolsó pillanatban közli. Korábban olyan ez a tárgyalás, mint a süketek beszélnének egymással, mert a románok folyamatosan azt mondják, hogy népességcsere kell, a magyarok meg azt mondják, hogy terület kell. És itt az utolsó pillanatban árulja el, mondja Pop azt, hogy esetleg egy határmenti párciumi sávot, ha lakosságcsere lesz, akkor hajlandó lenne átadni Magyarországnak. Ez a magyar delegáció számára elfogadhatatlan, visszautaznak, és ezután jön a bécsi döntés. A tárgyalások augusztus 24-én végleg megszakadnak. Nem marad más hátra, mint a háború. Bert Henrik, a honvéd vezérkar főnöke kiadta a Románia elleni hadművelet irányelveit. Ennek hallatán a Wilhelmstrasse döntött. Bécsbe hívta a két ország képviselőit. Eu îl denumesc în continuare arbitraj și nu l-am denumit niciodată în ceea ce am scris sau am afirmat dictat. În opinia mea este un arbitraj și o să-și exprim de ce. Guvernul maghiar a elaborat un plan de atac împotriva României, care urma să fie aplicat în 28 august, și tocmai pericolul reprezentat de un posibil conflict armat româno-maghiar și nu numai de acest conflict, ci și de posibilitatea intervenției Armatei Roșii în România pentru a ocupa regiunea petroliferă, l-a determinat pe Hitler să intervină în disputa teritorială dintre România și Ungaria. Întrucât în iulie l-am întrebat de oficialii români dacă ar accepta un arbitraj sau rolul de arbitru în disputa româno-maghiară, Hitler a refuzat categoric, afirmând că Germania avea deja o experiență cu primul arbitraj de la Viena din 2 noiembrie 1938 între Cehia și Ungaria, un arbitraj care ne mulțumise ambele părți și Germania nu dorea să mai repete această experiență. Dar dacă în iulie Hitler s-a exprimat așa, în august, având informații că în cazul unui conflict româno-maghiar,
situația devenea fluidă și România putea fi atacată și de Armata Roșie, care la un moment dat putea să ocupe inclusiv regiunea petrolifera vitală pentru mașina de război germană, Hitler și-a modificat radical opinia și a intervenit în disputa româno-maghiară prin acest arbitraj, al doilea arbitraj de la Viena, din 30 august 1940, prin care Ungaria a obținut un teritoriu de 42.000 de kilometri pătrați, parte de nord-est a Transilvaniei. Azt gondolja Hitler és a német vezetés az olaszsal egyetértésben, hogy Románia annyira túlnyerte magát 1920-ban, hogy ezt tudomásul kell vennie, és egy olyan kompromisszumot kell kötni a magyarokkal, ami számukra is elfogadható. Nem mondják meg, hogy mi lesz a döntés, de jelzik Telekinek azt, hogy tudják, hogy kik laknak a Székelyföldön. Tudják, hogy az egy magyar terület, tehát így a magyar minisztertanács pedig egyhangulag elfogadja ezt a döntést előzetesen. Magyarország csak nyerni tud a dolgon, az a kérdés, hogy mekkorát. Románia csak veszíteni tud a dolgon, az a kérdés, hogy mekkorát. Augusztus 30-án délután 3:42-kor kezdte el Ribbentrop a német-olasz döntőbírói határozat kihirdetését, majd a küldöttségnek átnyújtották az új román-magyar határt ábrázoló térképet. A második bécsi döntés alapján visszakerült az országhoz Erdély északi része és a Székelyföld. 44.000 négyzetkilométert és 2,5 millió lelket csatoltassa az országhoz. Manoilescu román külügyminisztert sokkolta az új határlátványa, és elájult. Hitler egymaga húzta meg két tanácsadója jelenlétében a határokat. Egy vörös ceruzával el tudjuk képzelni, hogy milyen vastagon fogott az a ceruza, tehát a konkrét terepen való határkijelölés, ha egyáltalán sor került volna erre, milyen nehéz lett volna. Lehet, hogy ma a magyar fél esetleg számolt még mondjuk Arad, ne adj Isten, Temesvár visszacsatolásával, de nagyjából ez a magyar minimálprogramnak felelt meg. Teleki miniszterelnök személyesen egy 60-63 ezer négyzetkilométeres területbe gondolkodott, ami a Maros Dél-Erdélyben, a Marostól északra elterülő településeket még visszacsatolta volna, most leegyszerűsítve a dolgot. Ez egy magyar többé-kevésbé minimál programnak felelt meg, az a számtalan nehézséggel, amit okozott, gondoljunk itt a Székelyföld elszigeteltségére, most közlekedési szempontból, amihez vasutat kellett építeni, közlekedési problémákkal és a többivel, meg hogy ez egy nagyon fura megoszlás volt. A magyar küldöttség vezetője, Teleki Pál miniszterelnök, földrajztudós lévén, ahogy rápillantott a térképre, rögtön látta, hogy stratégiailag, katonailag magyar szempontból rosszul meghúzott határ, katonailag védhetetlen. És ami Telekit legfőképpen zavarta, az, hogy a náci Németország adta vissza Magyarországnak ezt a területet, mint mondta, nem küzdött meg érte Magyarország. Ezt a döntőbíráskodást egyébként Teleki nem is akarta. Tehát ő fizikailag rosszul is lett utána, amikor hazajött a magyar kormánydelegációt szállító vonat Bécsből, meg kellett állni a Komáromban, hogy gyógyszert vegyenek a miniszterelnöknek. Tehát ő, és ha megnézzük a beszédét, amit ezután mondott a pályaudvaron Budapesten, az egyáltalán nem egy triumfáló vagy győzedelmes beszéd. Hogy ő az egész magyar nemzetért felelős, minden egyes embernek a cselekedétől függ az, megtartjuk és felvirágoztassuk-e azt, amit mostan kiderült. A Magyarországhoz visszacsatolt több mint 43 ezer négyzetkilométernyi területen összesen 2.394 ezer ember élt. Az 1941-es népszámlálási adatok szerint
a magyarok 1.344.000 fővel a lakosság 54,6%-át tették ki. 1.069.000 román élt a visszacsatolt észak-erdélyi területeken, ami a teljes populáció 43,5%-át képezte. A 44.000-es számú német kisebbség a teljes lakosság 1,9%-át jelentette. A román lakosságon kívül az itt élő összes nemzetiség örömmel vette a visszatérést. Az észak-erdélyi magyar lakosság természetesen kitörő örömmel és lelkesedéssel fogadta a második bécsi döntés már magát a hírét, illetve aztán majd ezt követően az 1940. szeptember 5 és 13 között megvalósult birtokba jutott, amikor a magyar hadsereg bevonult a különböző városokba, településekbe, mint látjuk mindenhol már előre ilyen díszkapukat állítottak fel, felvilágozták, feldobogozták a települést. A település tényleg apraja nagy, tehát mindenki ezekről ki volt és nagy lelkesedéssel fogadta a magyar hadsereg bevonulását. Tehát mondhatjuk azt, hogy Erdély magyarságnak a történelmében az egyik legmeghatározóbb pont az a nap, aki megélhette azt a napot, amikor a magyar hadsereg bevonult arra a településre, ahol ő született, vagy ő élt abban a pillanatban. Egyszer csak jöttek, akiket vártunk. Én és mindenki, és a város, és az egész Erdély. És mindenki kiáltott és ordított. Ott álltam az utcán én is, 100 000 magyar ember testvérem között egy, és ordítottam velük én is, és ujjongtam velük, és a szememből csorgott a könyv, mint 100 000 testvérem szeméből. A felbomlott rendben egyik és másik oldalról is atrocitásokra kerül sor. A román kivonulásnak magyar áldozatai voltak Bihardiószegen, Máramaros-szigeten, Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön, Marosvécsen és Szatmárnémetiben is. A magyar bevonulás két fekete foltja az Ördögkúti és az Ippi mészárlás. Egyes feldolgozások szerint 86, mások szerint 91, sőt akár 93 is lehetett az Ördögkúti áldozatok száma, ahol a falu ortodox templomából leadott lövések miatt nyitottak tüzet a katonák a helybeliekre. Néhány nappal később következett be az Ippi eset, ahol 157 férfit, nőt és gyereket lőttek le. A román, illetve a magyar történetírás között van egyféle egyetértés egy kérdésben, más kérdésben nincs. Egyetértés van abban a kérdésben, mindkét fél elismeri azt, hogy igaz, hogy a magyar hadsereget provokálták, tehát most vagy a templomtoromból, vagy máshonnan, de tényleg rálőttek a magyar, pont arra az egységre, aki bevonult abba a településre. De ezt követően azonban mindkét fél elismeri azt, hogy a magyar hadsereg túlreagálta ezeket. Igaz, hogy rálőttek ennek esetleg, akkor ott esetben halálos áldozata is lehetett, de ezt követően mégse kellett volna a hadseregnek újra reagálni, hogy akkor több mint 100 adott esetben civil lakost is lemészárol. Ebben egyetértés van, amiben nincs egyetértés, és valószínűleg nem is lesz a továbbiakban sem azok az áldozatoknak a száma. Míg a román történetírás folyamatosan felfele sófolja ezeket a számokat, és minél nagyobb számokat használnak, addig a magyar történetírásban próbálják lefele hozni ezt a számot, valószínűleg valahol a kettő között, mint általában lenni szokott, van a valóság. A román lakosságot kivéve a többi kisebbség, a német ajkú lakosság, a zsidók is örömmel fogadják a bevonuló honvédséget. Az erdélyi zsidók többsége örömmel fogadja a bevonuló magyar hadsereget, és ennek hát az egyik legjobb példája maga Nagyvárad, ahol a nagyváradi neológ zsinagógában a magyar katonaság bevonulásakor istentiszteletet tartanak, és a források azt írják, hogy a magyar himnusz hallatára a zsinagógában résztvevő hívek meghatódottságot éreznek, mély meghatódottság járja át őket a himnusz hallatára. Azért szomorú, és azért hát különösképpen tragikus ez a dolog, mert a erdélyi zsidóságnak jelentős része magyar érzelmi volt. A szellemi életben is, és az üzleti életben is. Horthy Miklós nagyváradi bevonulását a nagyváradi zsidó nagytőkések finanszírozták. És alig, hogy bevonultak azt követően, áthozzák a magyar törvényeket, a zsidó törvényeket, diszkriminálják a zsidókat, és ami a legdurvább, 1944 tavaszán elkezdik a deportálásokat Észak-Erdélyből is. Az öntudatos német lakosság lényegesen hűvösebben fogadta a bevonuló magyar honvédséget. A települések elöljárói horogkeresztes karszalaggal, náci karlendítéssel üdvözölték az érkezőket, a magyarok után a Wehrmacht csapatokat várva. A második bécsi döntés aláírásakor azzal egy időben egy német kisebbségi egyezményt is aláírtak, amiben
azt követően a náci Németország, mint Románia, mint Magyarország esetében garantálta azt, hogy csak a nemzeti szocialista elvnek megfelelő Magyarország esetében úgynevezett Volksbund az, ami továbbra is működhet és képviselheti az itteni német lakosságot, és ezt követően aztán Észak-Erdélyben is, Magyarországon már korábban 38-tól 40-től Észak-Erdélyben is kiépül a Volksbund hálózat. A tükezve ő lesz az egyedüli német lakosságnak a politikai érdekképviselete. Míg a magyar fél egy minden érintett által elfogadott nemzetközi szerződésként tekintett a bécsi döntésre, a román fél azt soha nem fogadta el, s ilyen értelmi utasítást adott az észak-erdélyi román lakosságnak is, ami szerint azok vonuljanak passzivitásba és semmilyen szinten ne vegyenek részt a magyar közigazgatásban. A román fél az elutasításban addig elment, hogy 1941. szeptemberében a tengelyhatalmakkal közli, hogy magára nézve nem tartja érvényesnek többé a bécsi döntést, vagyis felmondják azt. A német fél azonban nem engedte ezt nyilvánosságra hozni, s a magyar kormányzat is csak 1943 végén értesül erről. Honvéd alakulatok erőltetett menetben, ki biciklin, ki szekéren, a tisztek automobilon, de a katonák többsége gyalog tette meg azt a 300-400 kilométeres távot, amely a számukra kijelölt célállomástól elválasztotta őket. Ennek érdekében 60, sőt 80 kilométereket gyalogoltak naponta. A gyors hadtest alakulatai végül szeptember 13-án érték el a magyar határoktól legtávolabbi célként megjelölt Sós mezőt. Ezzel a bevonulás hadműveleti szakasza véget ért. Másnap reggel 8 órakor életbe lépett a katonai közigazgatás Észak-Erdély területén. Katonai közigazgatás bevett módszernek számított. Mind a Felvidék, mind Kárpátalja esetében ehhez folyamodott a magyar kormányzat. A döntés mögött az a megfontolás állhatott, hogy a hadsereg sokkal gördülékenyebben tud birtokba venni egy területet, illetve levezényelni az átmenet időszakát. Katonai közigazgatásnak a lényege, hogy egy leegyszerűsített közigazgatás a polgári közigazgatáshoz képest, amikor a közigazgatás minden szintjén, tehát mind vármegye, város, illetve járás szintjén a hadsereg egy-egy tagja vesz részt helyi parancsnokként. Vármegye, illetve Szabadkirályi város, mint amilyen Vásárhely, Kolozsvár, Szatmárnémet, illetve Nagyvárad egy-egy tábornoki rangnak megfelelő személy, míg a járások, illetve kisebb városok esetében egy tiszti rangnak megfelelő személy van jelen, őt nevezik ki az illető vármegye, járás vagy városnak a parancsnokává. Rendeleti úton zajlik, tehát illetve működtetik a közigazgatás, ami azt jelenti, hogy a parancsnok, amikor kiadja a rendeletet, az azonnal hatályba lép, az ellen nem lehet fellebbezni. Ebben az időszakban nem működnek semmilyen választott testületek, csak a katonai bíróságok, a polgári bíróságok nem működnek, és a katonai bíróságok is csak a fontos ügyekben hoznak döntéseket, nem működnek a választott testületek, sem a városok, sem a vármegyék esetében, hanem rendeletekkel történik a kormányzás. A katonai közigazgatás csendőrökkel, pénzügyőrökkel, tűzoltókkal együtt csaknem 6000, postásokkal, vasutasokkal és egyéb tisztviselőkkel együtt 8-10 ezer embert állított munkába. Működését a vezérkari főnökség által kiadott szürke könyv szabályozta. A szöveg szerint a katonai közigazgatásnak tisztelettel kell viszonyulnia a magyar történelmi egyházakhoz, és a döntésekben a megbízható helyiek véleményére kell támaszkodni. A katonai közigazgatás mérlege vegyesnek mondható. Tevékenységét tömeges elbocsátások, internálások és kiutasítások jellemezték. 1940. október 6-án sor kerül egy tömeges kiutasításra, és emögött az állapodjuk Dél-Erdélyből, és azonnal megindulnak megindul a menekült áradat, és ekkor a Kürtősi vasútállomáson már napok óta vesztegel egy dél-erdélyi menekülteket szállító szerelvény, amit a román hatóságok nem akarnak átengedni, és ez az ürügy, de emögött inkább az a megfontolás áll a magyar kormányzatnak, hogy próbálja ő is, mint a román kormányzat, arra ösztönözni a román értelmiségieket, hogy minél nagyobb számban hagyják el a területet és meneküljenek el.
és aki erre nem hajlandó, akkor azt esetleg ki is utasítják, és akkor így 1940. október elején kerül sor egy tömeges kiutasításra, ami több száz a román értelmiségi családot érint, ami azt jelenti, hogy reggel kapnak egy felszólítást, hogy pár órán belül jelenjenek meg a vasútállomáson, ahol felültötték őket a vasúti szerelvényekre, és átszállítják őket a Romániába, ez főleg Kolozsvár, illetve Nagyváradot érinti ezek a tömeges kiutasítás. A katonai közigazgatás vége felé, 1940. október végén, november elején Csíkszereda katonai parancsnoka összegyűjti azokat a zsidókat, akikről úgy gondolja, hogy nincsen magyar állampolgársága, vagy jogtalanul tartózkodnak a város területén. Többségüket megpróbálja átdobni a román-magyar határon. Mivel ez sikertelen, ezt követően északra viszik őket, és Körösmezőnél dobják át őket a határon. Nagy részük elpusztul. A katonai közigazgatás működésének egyik pozitív hozadéka a székelyföldi ellátás megszervezése. Az Észak és Dél-Erdély között húzódó határvonalnak az egyik kiszögellése ugyanis, amelyet Göring hasként vagy mezőségi könyökként emlegetnek, elvágta a vasúti összeköttetést a Székelyfölddel. A honvédség vasútépítő századai 2,5 hónapi munkával végezték el a nagyszabású feladatot, és ezzel megteremtették a vasúti összeköttetést a Székelyfölddel. Az Észak-Erdély magyar katonai közigazgatásnak az egyik legnagyobb teljesítménye, amit sikeresen megvolt, az az, hogy a tél beálltára több száz kamiont állítanak szolgálatba, és akkor ezzel a kombinált megoldással oldják meg, hogy elszállítják az árukat Besztercéről, átrakják kamionokra, azzal leszállítják Vásárhelyre vagy Udvarhelyre, onnan ismét vonatra szállítják, és akkor így juttatják el ezeket az élelmiszereket, amire lehullik a hó és már megszűnik, vagy nagyon nehézkessé válik a közúti forgalom, addig sikerül ezt megoldani, és ennek köszönhetően nem következik be éhínség Székelyföldön, majd ezt követően kerül sor arra, hogy akkor gyorsan kijelölik azt a legrövidebb szakaszt, ahol sikerül megoldani és összekötni a Székelyföldet vasúton, és akkor is születik meg 1942 nyarára az úgynevezett Déda-Szeretfalvi vasútvonal, egy 42 kilométeres szakasz, ami kulcs kérdés volt a kormányzatnak is, illetve az egész Székelyföld ellátása szempontjából, hogy minél gyorsabban megoldják a vasúti összeköttetést. A katonai közigazgatást követően visszatért a kormányzat a polgári közigazgatáshoz, ami egyben a vármegyei rendszer újbóli bevezetését jelentette. Mivel az 1940-1944-es időszakban sem helyhatósági, sem parlamenti választást nem tartottak, mind a parlamentet, mind a vármegyei és városi tanácsokat behívással és nem választás révén töltötték fel. Az addig katonai rendeletekkel kormányzó tisztek helyét sok esetben az anyaországból érkező tisztviselők foglalták el, akiket az erdélyi magyarok ejtőernyősöknek neveztek. Az Észak-Erdélyi vármegyék tisztikarában kb. 30%-a az anyaországból érkező tisztviselők aránya, ami tulajdonképpen nem sok. Bizonyos területeken nagyobb csomósodás figyelhető meg, ahol kevesebb helyi káder volt. Ilyen a rendőrség, ilyen a bírói kar, ilyen a tisztiorvosi hálózat. Na most ugye mikor találkozik az ember bíróval, rendőrrel, orvossal? Konfliktus helyzetekben. Tehát ha beteg, ha bűnt követette, ha vele követtek el valamiféle bűnt, ha peres ügye van. És akkor lehetett azt mondani, hogy igen, ez a rendőr azért ilyen fafejű, mert egyébként magyarországi. Igen, ez a bíró, ez azért ilyen hajlíthatatlan, vagy azért ilyen, mert magyarországi, mert nem ért meg minket. Igen, még a pénzügyigazgatás ilyen, ott is az átlagnál több. Tehát a financ. Tehát ugye pláne Székelyföldön, pálinka főzés, stb. Tehát ezek konfliktus szituációk, ahol a mentalitásbeli különbségek még jobban aláhúzzák a konfliktus helyzeteket. A főispánok nagyon minden esetben észak-erdélyek voltak, de az alispán, a polgármester vagy a jegyző az a legtöbb esetben már a téren területekről érkezett, illetve az ez alatti megint az írnokok, illetve a szolgák is. Észak-erdélyek voltak, de a napi ügyvitel, tehát a legfontosabb, a kulcspozíciókat töltötték be, és emiatt volt az, hogy a korszakban a helyi magyar lakosság Észak-Erdélyben sokkal nagyobbnak gondolta, mert azt látta, hogy akármikor, akármilyen problémával a helyi közigazgatáshoz fordul, akkor mindig nem egy helyi emberrel, hanem egy ejtőernyőssel találkozik, és emiatt úgy vélte, hogy itt mindenhol csak ejtőernyősök vannak, tehát hogy nincsenek is képviselve az Észak-Erdélyi magyarok a közigazgatásban. Ma már tudjuk, hogy az arányok jóval kevesebb volt. Beszterce-Naszód megyében például a vármegyei tisztikar 23 képviselője közül 10 rendelkeztek Erdélyen kívüli illetőséggel. Szilágy megyében fele-fele volt az arány.
Mi több, egy 1941-es statisztika szerint a 40%-ban román népesség által lakott Észak-Erdélyben mindössze 6,6% volt a román nemzetiségűek aránya a vármegyei és városi közigazgatásban. Bár Észak-Erdélyben mellőzték a Felvidéken és Kárpátalján felállított igazoló bizottságokat, Észak-Erdélyben, ha közhivatalt szerettek volna vállalni, mindenkit, románokat és magyarokat egyaránt ellenőriztek nemzethűségi szempontból. Minden egyént, aki közszolgálatban való alkalmazást kér, két szempontból kell tüzetesen vizsgálat alá venni. Első szempont az alkalmazást kérő egyénnek a közerkölcsi tekintetből való megbírálása. A második vizsgálandó körülmény az alkalmazást kérő egyénnek a román uralom alatti politikai magatartása. Ebből a szempontból a jelentkezőket két csoportba kell osztani. Magyar nemzetiségűekre és más nemzetiségűekre. A magyar nemzetiségű személyeknél azt kell figyelembe venni, hogy az illető úgy gondolkodásban, mint tetteiben soha hűtlenné nem vált a magyarság eszméjéhez. A nem magyar nemzetiségűeknél a román uralom alatt a magyarsággal szemben tanúsított magatartást kell vizsgálattárgyává tenni. A magyarországiak azt gondolják az erdélyekről, hogy mintha hogy azok túl sok időt, most nagyon egyszerűsítek, és ezek nagyon bántó egyszerűsítések lesznek. Túl sok időt töltöttek el román uralom alatt, és olyanok lettek, mint a románok. Tulajdonképpen, tehát, hogy ilyen kicsit alakoskodó, most megint interpretálok, tehát ez nem, ezt gondolom, de hogy alakoskodó, a könyöküket használó, ilyen kicsit ügyeskedő figurák, akik nem tartják be a hivatali utat, slamposak, tehát hogy ez nagyjából ez a konfliktusok veleje. A másik oldalról néha azt is mondják, hogy, hogy az erdélyek ilyen maguknak valók tulajdonképpen. Másik oldalon pedig az erdélyek számára magyarországiak megközelíthetetlenek, túlságosan ragaszkodnak a hivatali úthoz, fennhéjázóak, nem ismerik a helyieket, bántóak velük, cím és rangkorság. Ugye ez, ami folyamatosan fölmerül egyébként a magyar szociográfiai irodalomban is, ezek a nagyságos, tekintetes, kegyelmes, méltóságos megkülönböztetések. Ugye vannak az erdélyi vármegyék, az elsők között vannak, amelyek a jól emlékszem Udvarhely vármegye 43-ban vagy 44 elején határozatot hoz ezeknek a címeknek az eltörléséről. Tehát azt mondja, hogy a hivatali érintkezésben ezt nem lehet, nem veszik figyelembe a továbbiakban. A második bécsi döntés után Teleki Pál úgy dönt, hogy egy önálló erdélyi pártot kell megalakítani, amelynek természetesen a kormánypárt támogatójaként kell majd működnie. Egy egyedi konstrukcióval állunk szemben, ugyanis hamarabb alakult meg a párt és lettek képviselői a parlamentben, mint ahogyan meglett volna a szavazói bázisa és a helyi szervezetei. A párt magvát azok a képviselők alkották, akiket választás nélkül a kormányzó általi kinevezés útján hívtak be a parlamentbe. A többi visszacsatolt terület behívott képviselői a meglévő magyarországi pártrendszerbe, a kormányzó pártba integrálódtak. Nem lehetett országgyűlési választásokat tartani, hiszen 1939. májusában alig egy évvel korábban voltak megtartva, és a pártok, a magyarországi pártok nem akarták kockára tenni a megszerzett pozícióikat. Ekkor jutott be először a nyilaskeresztes párt a magyar országgyűlésbe. És bizony a magyar kormány is, a kormánypárt, a MÉP, a Magyar Élet pártja, hát nem feltétlenül volt híve új választások írásának. Nagyon félt a jobb oldal, a szélső jobb megerősödése miatt attól, hogy a nyilaskeresztes párt a bécsi döntés után lényegében még nagyobb erőre tesz szert a parlamentben és Észak-Erdélyben is. És akkor ezért azt mondták, hogy behívunk képviselőket. Először csak független csoportként jöttek létre, és végül Teleki Pál miniszterelnöknek a meggyőzésével önálló pártként az erdélyek a saját erdélyi kérdéseiket előtérbe tudják hozni a parlamentben. És akkor ezért végül is megvolt erre a jóváhagyás kormányzati oldalról egy feltétellel, hogy az erdélyi párt a kormánypárttal együttműködik, és a kormány támogatni fogja. Ellenzékben nem vonulhat. Maga a képviselőcsoport már működött a parlamentben,
amikor megtörtént a kolozsvári zászlóbontás 1941. május 28-án. Szimbolikus helyszínt és időpontot kerestek erre az alkalomra, ezért az 1848-as uniót kimondó gyűlés napján és annak helyszínén itt, a Redut épület nagytermében szervezték meg a nagygyűlést. Ezen a nagygyűlésen megválasztották a párt vezetőségét, és kimondták annak programját is. A több száz megyénként érkezett küldött a párt elnökének Teleki Bélát, ügyvezető alelnöknek Albrecht Dezsőt, alelnöknek Ember Géza szatmári földbirtokost és Kolumbán Józsefet választották meg. A párt főtitkára Mikó Imre, pénztárosa Vita Sándor lett. A pártban a jobboldali polgári, tehát a nem szélső jobboldali, hanem középszintű, középjobboldali polgári értékrend vállalt vezető szerepet, ugye az arisztokrácia, tulajdonképpen az erdélyi magyar nemesség színejava jelen van ebben a formációban, de igazából nem ők vannak túlsúlyban, hanem legújabb kutatásán alatt, és engem is meglepett, a református egyház. És egy nagyon erős magyar nemzeti összetartás programot hirdetett. És azt mondta, hogy igazából az erdélyi párt fő feladata, hogy egyben tartsa a magyarságot, független attól, hogy milyen ideológiát vallanak. A magyarországi parlamentben nem csak az erdélyi magyaroknak, hanem a németeknek és a románoknak is tartottak fönt meghatározott számú helyet. Azon túl, hogy a helyek száma nem tükrözte ezeknek a kisebbségeknek a számarányát, a kijelölt román képviselők soha nem jelentek meg a parlamenti üléseken. A terület, amelyet az újjászervezett adminisztrációnak irányítania kellett, számos vonatkozásban jóval alatta maradt a trianoni Magyarország átlag színvonalának. Fejleszteni, modernizálni kellett a mezőgazdaságot, az ipart, a kereskedelmet, az úthálózatot, az egészségügyi ellátást, egy szóval mindent. Visszacsatoláskor egy azonnali helyzetfelmérés indult el, és nyilvánvaló volt, hogy a trianoni terület egy gazdaságilag elmaradottabb, fejletlenebb országrészsel gyarapodott. Az elmaradottságot a mezőgazdasági termelés alacsony jövedelmezősége, a kisipar stagnálása jelezte, de ugyanakkor az úthálózatok például elhanyagolt állapotban voltak. Az infrastruktúra szintén a kisvárosok arculata mutatta a gazdasági helyzetet, de a legnagyobb hiányosságokat a mezőgazdaságban találták a szakemberek, és a gazdasági élet fellendítésére egy átfogó fejlesztési politika bontakozott ki. Pánfi Dániel báró földművelésügyi miniszter körutazást tett a Székelyföldön. A miniszter a helyszínen tanulmányozta a gazdasági helyzetet, és mindenütt meghallgatta a gazdák kívánságait. Egy elmaradott területet csatolnak vissza, tehát a gazdasági mutatók minden esetben rosszabbak voltak minden terület esetében. Itt egyetlen példa a mezőgazdaság esetében például, hogy 1937-es adatok szerint a termelés eredményét, tehát az, hogy egy hektár vagy egy holt földön mennyi, hány más a gabonát tudott termelni egy erdélyi gazda, az a szint nem érte el az 1913-as, tehát első világháborút megelőző szintet. Tehát, hogy főleg a földreform következtében annyira leromlanak a termés eredmények, hogy 20 év alatt nem sikerül a kezdőpontra visszajutni, míg a trianoni területeken folyamatosan nőnek ezek a termés eredmények. De a másik ipar tekintetében, az Észak-Erdélyben igazából nem is volt modern, nagy volumenű gyáripar, csak a nagybánya esetében az ottani színes fémbányák, illetve az erre épülő vegyipar számított igazából jelentős ipari létesítmények, inkább a kis- és középipar volt meghatározva Észak-Erdély esetében, de itt is tehát, hogy az egész Magyarországnak az ipari termelésének csak az 5%-a volt az, ami Észak-Erdélyben valósult meg.
A kormányzat által a visszacsatolt területeken eszközölt állami befektetések több mint kétharmada Észak-Erdélybe érkezett. A modernizáció kiterjedt minden területre. Az ipar területén elsősorban a kis- és háziipar fejlesztését tűzték ki célul, de történtek lépések az egész Székelyföld villamosítására is, a mezőgazdaság terén elsősorban az állatállomány és terméseredmények fejlesztésére, illetve tudásbevitelre törekedtek. A növénytermesztésben a jobb minőségi vetőmagokkal voltak nagyon fontosak. Az állattartás feltételeit a mintaistálló mozgalommal támogatták, de az állattenyésztés fejlesztéséhez tartozottak olyan építmények, mint például a siló. Annyira bevált ez az építmény egyes székely falvakban, például ahol cukorépát is termesztettek, lucernát, herét, hogy a 70-es években is az emberek a saját költségükön megépítették. Mezőgazdasági géptámogatások azok szintén rendszeresek voltak, de ilyen mértékű támogatások voltak a gépek esetében, például, hogy 75%-ot az állam térített meg. A komplex támogatási rendszer a háború vége felé hozta meg az eredményét, amikor már látható és mérhető volt a javulás. Én úgy látom, hogy a magyar kormány körülbelül, tehát 4 év alatt, körülbelül 2,2-2,5 milliárd pengőt költött Észak-Erdélyben fejlesztésre. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a háborúban álló Magyarország 4 év alatt 1 évnyi magyar költségvetést költött Észak-Erdélyre, útépítésre, iskolaépítésre, gazdasági modernizációra, erről ugye viszonylag keveset beszélünk, turizmusfejlesztésre, egyetemépítésre, rettenetesen sok mindenre elképesztő összegek folynak át. A Ferenc József Tudományegyetem központi épületébe 22 évi számkivetés után hazatérhettek a magyar tanárok. 1941-től nagyszabású modernizációs program indult. A teljes tanügyi költségvetésnek felét Észak-Erdély kapta meg. A felnőtt oktatásra is gondolva megalapították az Erdélyi Népművelő Bizottságot az iskolán kívüli népművelés koordinálására. Ennek elnöke Kelemen Lajos történész lett, és Domokos Pál Péter a neves Csángó kutató irányításával a falusi analfabétizmust felszámoló képzés sorozat indult. 41 végére végül is, tehát hogy 100%-ban kiépül elemi oktatás terén a magyar iskolahálózat, és minden téren megvalósul az, hogy a magyar diákok minden esetben 100%-ban magyarul tanulnak magyar iskolákban. A nemzetiség oktatás terén a másik probléma, ami van az, hogy a román tanítók közül nagyon sokan elmenekülnek a közigazgatás visszavonulásokon, körülbelül olyan 600-650-re lehet becsülni azon a román nyelvű tanítóknak a számát, akik Észak-Erdélyben maradnak és továbbra is oktatásban tevékenykednek. Azonban, tehát, és ekkor körülbelül 3000 elemi iskola működik Észak-Erdélyben, ezek közül nagyjából fele-fele, tehát fele az állami és de nemzetiségi, tehát román lakosságnak is fele az, ami a magyar nyelven működik, tehát a 40 és 44 között a magyar állam körülbelül ugyanannyi pénzt fektet be a nemzetiségi, tehát román tanulóknak az oktatására, mint a magyar tanulóknak az oktatására. A modernizációs tervek között kiemelt szerepet kapott a turizmus fejlesztése. A visszacsatolást követő időszakban Erdély meglátogatása egyfajta hazafias kötelességé válik. Az örök magyar Erdélyt mindannyiunknak ismernie kell. Olvasható azokban az úti kalauzokban, amelyek megjelentek ebben a periódusban. Kijelöltek 3 nagy régiót, ahova az idegenforgalmi erőfeszítéseket koncentrálják. Ez a Székelyföld, Kolozsvár és Kalotaszeg, és a harmadik a Radnai Havasok. És valóban a magyar Garmisch-Partenkirchen, vagy a magyar Svájc, ez volt az elképzelés. Tehát, hogy abból egy olyan magyar téli sport centrumot építenek ki, Borsafürdőbe, meg Radnaborbereke, meg egyebütt, ami fölteszi a térképre ezt a tehet. És a többi, tehát mondjuk a Szilágyságot, vagy Szatmárt, az meg le is van írva, hogy itt nincsenek meg az infrastruktúrális feltételek, nagyon sok pénzt kellene költeni, rá ezt most hagyjuk. Nagyon sok esetben, ahogy ma gondolkodunk Erdélyről, ez a kép, a bejáratott turista útvonal is, ez a Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyföld útvonal, és az, amit látunk akár Körösfön, akár másút, hogy az út mentén állnak azok, tehát hogy van egy turista ipar, ahol a taprósapkát meg nagyon sok mindent lehet venni. Ez nem egy mostani találmány, ez nem egy 70-es, 80-as évekbeli találmány, hanem ez a két háború között is létezik.
A szándék az volt, hogy egy homogén Erdélyt mutassanak az ide látogató anyaországiaknak. Egy olyan régiót, amelyből hiányoznak a románok, a németek és a zsidók. A turizmus fejlesztés nem csak a gazdasági fellendítésnek volt az egyik lehetséges módozata, hanem a nemzeti pozícióépítésnek és a többi nemzetiség kirekesztésének is. A magyar kormányzat célja az, hogy a magyar lakosságnak a pozícióit próbálja erősíteni minden téren, mind gazdaságilag, mind kulturálisan, adott esetben mind demográfiailag. Ezt 1,2 milliós magyar lakosságot annyira meg kell erősíteni, hogy lehessen csak a magyarok részvételével például működtetni a közigazgatást, vagy a nemzetiségekre ne is legyen szüksége, ehhez azonban meg kell erősíteni, főleg a két világháború között különböző sérelmeket, főleg a már említett 1921-es román földreformot, vagy az oktatás terén lévő különböző sérelmeket meg kell oldani. És egészében úgy fejlesztjük az egész területet, hogy azon belül folyamatosan figyeljünk és hangsúlyozzuk, hogy ez főleg a magyar lakosságot érintse. A nemzetiségpolitikai alapelv a viszonossági politika volt. Tudniillik, hogy Magyarország úgy bánik kisebbségeivel, ahogy azok anyaországai bánnak a területeken maradt kisebbségekkel. Ez a viszonossági politika Bethlen István volt miniszterelnök pozitív kezdeményezéséből indult. Minden intézkedésnél legyünk tekintettel, hogy Erdélynek egy része túlmaradt, és hogy az, amit mi csinálunk itt, ha ott a román kormány által követtetnék el, a magyarságra végzetessé válhatna. Csak olyan intézkedéseket tegyünk, amelyeket a túlmaradt románságot el nem riasztják tőlünk. A gyakorlatban, ami a nemzetiségi politikát meghatározza, az az úgynevezett reciprocitási elv. Reciprocitási elv alatt azt értjük, hogy az észak-erdélyi a román lakosságnak a helyzetét, a mindennapi helyzetét, amivel szembe találja magát, azt a dél-erdélyi magyar lakosságnak a helyzete határozza meg, és fordítva is. A dél-erdélyi magyar lakosságnak is a helyzete viszonyul ahhoz, hogy észak-erdélyben mi történik. Amikor az egyik kormány meghoz egy intézkedést, akkor a másik kormány is hasonló olyan intézkedéseket hoz, aminek negatív hatásai vannak a mindennapi életre a kisebbség tekintetében. Miközben a nemzetépítés és a magyar etnikai tér kialakítása zajlik, az erdélyi magyar politikai élet egyre jobban radikalizálódik. A Magyarországhoz csatolt Észak-Erdélyben rövidesen a bevonulás után életbe lép a Magyar Országgyűlés által 1938-ban megszavazott első és második zsidó törvény, az 1941-ben hozott harmadik zsidó törvény hatálya pedig már kezdettől fogva kiterjed ide is. 1940 végéig a legtöbb zsidó közalkalmazott, valamint számos diplomás elveszti állását. A zsidókat szinte teljesen kizárják a nagykereskedelemből és az iparból, betiltják az összes zsidó újságot és hetilapot, a zsidó sportegyesületeket, szervezeteket és klubokat. A középfokú és felsőfokú oktatásba bevezetik a numerus clausust. A két világháború között az erdélyi magyarság politikai érdekképviselete, tehát az Országos Magyar Párt folyamatosan arra törekedett, hogy az erdélyi zsidókat megtartsa a magyar közösségen belül. A második bécsi döntés után az erdélyi politikai érdekképviseletet ellátó erdélyi párt az már nem folytatja ezt a hagyományt. Mindvégig a második világháború alatt az erdélyi párt támogatott minden zsidó ellenes törvényt. A zsidó hitközség igyekezett a maga módján valamiféle status quo-t kialakítani, valamiféle életformát kialakítani. Az egyik pofon, ami érte őket, az az volt, hogy
a zsidó kereskedőket kizárták az 1852 óta működő kereskedő társulatból, és megalakították a keresztény kereskedők egyesületét. Aztán az üzleteket gyakorlatilag elvették, és akkor vagy az elvétel fenyegetett, és akkor elkezdődött az a fajta játék, amiben valakit fölkértek az ismerősök közül, hogy vezesse ezeket az üzleteket, és akkor tulajdonosként felírták azt, hogy mit tudom én, Nagy Péter fűszerüzlet, és alul ÜV, tehát az üzletvezető, az mondjuk Kornmór. Mire a Vásárhelyi Humor rögtön megalkotta, mit jelent ez az ÜV? Hát azt jelenti, hogy ÜV az üzlet tulajdonképpen. 1941-től a 20 és 48 év közötti zsidó férfiakat munkaszolgálatra kötelezték. A honvédség számára lőállásokat, bunkerokat építettek, az utak javítását, erődítések készítését, a fronton drótakadályok, tankcsapdák telepítését, aknák felszedését végezték. A fejadagok szűkösek voltak. A tél beálltával a megpróbáltatások fokozódtak, és ezt tetézte a megalázó, gyakran kegyetlen bánásmód, ami az őrszemélyzet részéről megnyilvánult. 1943-ra már 74 kényszermunka különítvény működött Erdélyben, mintegy 15 ezer fővel. Ezek az emberek előbb egyenruhával, utóbb egyenruha nélkül már csak sapkával, magyar honvéd sapkával vettek részt saját ruhájukban a hadműveleteknek a kisegítő szolgálatában. Tehát fegyvert nem adtak kezükbe, ezt különben a románok sem kaptak fegyvert Észak-Erdélyben a magyar hadseregen belül, és meglehetősen bizalmatlanul kezelték őket. Ezek a munkaszolgálatos századokat kivitték nagy részüket a keleti frontra, Ukrajnába. Nem egynél titkos parancsként adták meg a vezénylő tisztnek, hogy senki se jöjjön haza a kereten kívül. Ezt követi 1941 nyaron, amikor egész Magyarország területéről a külföldieket ellenőrző országos központi hatóság összeszedi a magyar állampolgársággal nem rendelkező, tehát idegennek tekintett zsidókat, és ennek nyomán Észak-Erdélyből is körülbelül 7000 zsidó személyt szednek össze, és deportálnak Kamenec-Podolszki környékére. Itt történik meg 1941. augusztus végén az a vérengzés, aminek során az ide deportált körülbelül 18000 zsidó személy nagy része elpusztul, akik esetleg életben maradnak, azokat a következő hetekben pusztítják el. Magyarország német megszállása után 1944. március 27-én a kolozsvári ellenzékben megjelent, hogy a kormány rövidesen teljesen és tökéletesen megoldja a zsidó kérdést. Pár nappal később újabb a zsidókat korlátozó intézkedések léptek életbe, úgy mint a sárga csillag viselése vagy az utazási tilalom. Hiába szereztek vagyont a zsidók, hiába az értelmiségen belül magas az arányuk, a magyar politika ezen a 30-tól kezdődően adminisztratív eszközökkel változtatni akar. Viszont a végső megoldásnak, az endlösungnak Horthy is és Kállay miniszterelnök is egészen 1944 tavaszáig ellenáll. Hitler emiatt többször szemrehányást tesz nekik, és nem járulnak hozzá ennek ellenére a deportálásokhoz. És 44 márciusában vagyunk, tehát azt lehet hinni, hogy a Magyarországon lévő 800 ezeres zsidóság minden szenvedés és diszkrimináció ellenére túl fogja élni a háborút. És ez egy óriási dolog lett volna, ha ez így megvalósul. 1944 márciusában azon a német csapatok megszállják Magyarországot, mert attól tartanak, hogy Horthyék ki akarnak ugrani, ami egyébként igaz volt a háborúból, és a megérkező német hatóságoknak az egyik főkövetelése a kinevezett Sztójai kormánnyal szemben az, hogy kezdjék meg a zsidók deportálását. Ezt németek követelik, de a magyar csendőrség és a közigazgatás hajtja végre. Elsősorban a nagyobb városi központokban létesültek gettók, és fontos szempont volt az, hogy mindenhol legyen vasúti csatlakozás.
Hát a legnagyobb gettó az Nagyváradon működött, itt két gettó is működött. Kolozsváron működött egy nagy gettó, itt kb. 18 ezer zsidót zsúfoltak össze egy nagyon szűk területre. Szatmáron két gettó is működött, Nagybányán és Marosvásárhelyen és egyéb más erdélyi, illetve székelyföldi településeken. A zsidók összegyűjtését az erre a célra alakult egységek végezték, amelynek tagjai köztisztviselők, tanárok, csendőrök és rendőrök voltak. Az operatív irányítást Paksi Kis Tibor csendőrezredes végezte. Május 3-án, a gettósítás első napján Észak-Erdélyben közel 8000 zsidót gyűjtöttek össze. Ez a szám május 5-én 16144-re, május 6-án 72382-re, május 10-én 98000-re nőtt. A zsidók nem tanúsítottak ellenállást, mivel úgy tudták, hogy a Dunántúlra telepítik őket, ahol mezőgazdasági munkákat kell végezniük. A keresztény lakosság többsége közömbös maradt, és az észak-erdélyi történelmi egyházak vezetői sem emeltek szót az embertelenség ellen. Házról házra jártak, és a csendőrök bekiabáltak, hogy van, lakik itt zsidó, és akkor jelentkeztek az emberek, a 10 percet adtak neki, vagy 20 percet adtak neki, hogy összepakoljanak, fölrakták őket ilyen nagy platós szekérre, ahogy azt akkor mondták, stráfszekérre, és ezzel a stráfszekérrel kivitték mindenütt a legnagyobb tereppel, férőhelyjel járó intézményben, a téglagyárakba. Volt olyan, aki kimaradt ebből a deportálás volt, tehát emberek, akikről elfeledkeztek. És akkor ezeknek egy része például jelentkezett, hogy kérem, engem kifelejtettek. Vissza se jött. Annak, mikor megérkeztek Auschwitzba, akkor mindenkinek a kezébe nyomtak még ráadásul, akit életbe hagytak, egy levelezőlapot, ami Waldsee képzelt helységből származott, és ezen volt egy típusszöveg, hogy jól vagyunk, jól érezzük magunkat, nincsen semmi bajunk, és ezt elküldték. Hát a rokonoknak nem küldhették, mert a rokonok épp úgy el voltak deportálva, hanem az ismerősöknek, azoknak, akik itt voltak, itt maradtak. Az észak-erdélyi keresztény lakosság többsége passzívan figyelte a magát a zsidó ellenes intézkedéseket is, majd az 1944-es gettósításokat és deportálásokat is. Természetesen számos kivétel volt, nagyon sok egyszerű ember próbált segítséget nyújtani, ha nem is azzal, hogy valakit elbújtatott, de egyszerűen a gettóba élelmet juttatott be például. Néhány erdélyi közéleti személyiségnek a kiállása is említésre méltó. Hát itt elsősorban Márton Áron püspököt kell megemlítenünk, aki Gyulafehérvárról átjöve Észak-Erdélybe 1944. május 18-án a kolozsvári Szent Mihály templomban tartott prédikációban elítélte a zsidóellenes intézkedéseket. Közeleti személyiségek közül is sokan próbálkoztak embermentéssel. Járosi Andor nevét kell megemlítenünk, aki a saját lakásán bújtatta például Kádár Imre lányát. Ugyanakkor nagyon sokan voltak azok, akik hasznot próbáltak meghúzni a jogfosztó intézkedésekből, és rögtön a gettósításokat következően megkezdődnek a fosztogatások. Az észak-erdélyi zsidóság deportálása május 18-án kezdődik, amikor a Máramarosszigeti gettó lakosainak első transportja elindul Auschwitz felé. Június 9-én az utolsó transport is elhagyja Erdélyt. Csekély 3 hét leforgása alatt 131.639 embert deportálnak. Köztük olyan jelentős személyiségeket, mint Karácsony Benő, aki a két világháború közötti erdélyi magyar irodalom legjelentősebb prózaírója volt. Auschwitzban ölték meg. Ligeti Ernő, újságíró, lapszerkesztő, akit Pesten lőnek agyon a nyilasok. Salamon Ernő költő, akit munkatáborban végeznek ki, vagy Bíró József művészettörténész, az erdélyi kastélyok monográfusa, akit szintén a nyilasok végeznek ki. Az észak-erdélyi zsidó lakosság háromnegyede teljesen megsemmisül.
A legsúlyosabb vesztesége a teljes erdélyi kulturális életnek, az a közönségnek az annihilálása, a megszüntetése, tehát azzal, hogy ebben az időszakban a deportálással gyakorlatilag kivonja a magyar, erdélyi magyar kulturális vérkeringésből a közönségnek az olvasó, értő, kultúrát támogató, kultúrát stimuláló közönségnek egy jelentős részét, azzal tehát egy olyan súlyos vérveszteséget okoz, amit nem lehetett azóta sem más módon pótolni. Tehát ez az értő polgár olvasó, az komoly hiányt szenved, azt hiszem, mai napig. Az a kirekesztő politika, amelyet a magyar állam folytatott, az gyakorlatilag azzal járt, hogy egy olyan magyar anyanyelvű, magyar kultúrájú népességet, mint egy 150 ezer, 160 ezer fős népességet gyakorlatilag megfosztottak attól, hogy a magyarság része lehessen, és ugyanakkor magát a magyar közösséget is megfosztottak egy 150 ezer, 160 ezer fős népességtől. Tehát ezért van az, hogy a második világháború után a túlélőknek a jelentős része újra fogalmazza a magyarsághoz fűződő viszonyát, vagy nagyon sokan az internacionalizmusban keresik a hogyan továbbot, magát az önazonosság tudatukat egyfajta nemzetfeletti tudatban próbálják meg felépíteni. A német külpolitika sakkjátszmájának köszönhetően a második bécsi döntés után versenyfutás kezdődött meg a Magyar Királyság és Románia között Erdély háború utáni hovatartozását tekintve. Rendkívül nehéz helyzetben volt ugye Erdély, hogy a határ két fele vágta, és azzal számoltak, hogy előbb-utóbb háború lesz Romániával, és akkor meg kell védeni a területet. Ennek volt az eleme a Székelyföld bácsaszerű megerődítése és a honvédség felvonulásának a biztosítása. A román támadási tervek pedig arról szóltak, hogy a székelyföldi zsák, amelyik Besztercénél be is szűkült, 70 kilométerre szűkült össze a határ a kosnai beszögellésnél, ott fog két oldalon támadni, a Borgói hágónál és a Sajóvölgyén keresztül Dél-Erdélyből, és akkor bezárja egy zsákba lényegében a székelyföldi alakulatokat a támadás. A védelmi tervek is erre alapoztak, hogy ezt kellene elsősorban megakadályozni, ezért épültek meg a keleti Kárpátokban az Árpád vonalnak az erődrendszerei, ami azt jelentette, hogy a különböző szorosokba úgynevezett völgyzárakat hoztak létre, és a hegygerincekre tábori erődítéseket, amelyeket betonbunkerekkel, óvóhelyekkel erősítettek meg, tüzelőállásokkal, drótakadályrendszerekkel, stb. Tehát különböző elemei voltak ennek az erődrendszernek. Az Árpád vonal székelyföldi szakaszán az egyes védőkörleteket a szorosok és hágók körzetében a védők számára legelőnyösebb terepszakaszokon alakították ki. Az Árpád vonal 1944. augusztusában több próbát kiállt. Az itt berendezkedett csapatok két szovjet támadást is visszavertek. Az augusztus 23-ai román átállás következtében azonban minden megváltozott. 1944. augusztus 18-án indult meg a második ukrán front, a szovjet hadsereg csoportnak kell ezt felfogni, támadása a Jász-Kisinyovi térségbe a német-román hadseregek ellen. Tehát körülbelül 1 millió 300 ezer szovjet katona szolgált a második ukrán front soraiba, és körülbelül 950 ezer főt számlált a román-német hadsereg csoport. A szovjet túlerő szétverte ezt a hadseregcsoportot, és több mint 600 kilométeres arcvonalon átszakadt a front. Néhány nap múlva, augusztus 23-án Románia kiszállt a háborúból, ugye átállt a Szovjetunió oldalára, több mint 500 000 német katona katlanba került,
a Fekete-tenger és az akkori észak-moldvai határzóna között. Ők úgy menekültek, ahogy tudtak Erdély felé, és ezért volt az, hogy a szovjet támadás az akkori Magyarországot rendkívül váratlanul érte, mert mindenki azt hitte, hogy valahol Beszarábiában van az arcvonal, közben 3 nap alatt, ugye a román átállás miatt 26-án már megjelentek a Kárpátokba a szovjet vörös hadsereg csapatai. A keleti Kárpátokban ekkor úgy nézett ki az arcvonal, hogy a határon közvetlenül a határvadász portyázó századok őrjáratoztak. Megöttük a magasabb hegygerinceken székely határőrzászlajak voltak, mert tudták, hogy a szovjetek a nagyobb szorosokba támadnak, ott fognak jönni a főerők, és mögöttük voltak a szorosokba elhelyezve tartaléként a határvadász zászlóaljak. Az 1944. augusztus 23-ai kiugrást követően Romániában első Mihály király és közvetlen környezete letartóztatta Ion Antonescut és Sanatescu tábornok vezetésével egy koalíciós kormánynak adott felhatalmazást a németekkel való szembefordulásra. A román kormány megalakulása után felszólította Magyarországot Észak-Erdély kiürítésére, amit a magyar kormány természetesen visszautasított. Az elkövetkező napokban egyre nőtt a nyomás a székely határvédelmi erőkön, azonban mikor a szovjetek elözönlötték a területeket, szeptember 6-án parancsot kaptak a visszavonulásra. Ekkor vette kezdetét a székely határőrség masszív dezertálása. A székely határőrség az nem tekinthető úgy reguláris alakulatnak, mint a határvadász csapatok, innentől kezdve beláthatatlan társadalmi következménnyel járt volna, ha 50 ezer férfi elhagyja a Székelyföldet. Tehát 18-tól 60 évig mindenki egyenruhában volt 44 őszén Székelyföldön, aminek máig egy súlyos demográfiai következménye lett volna, ha ők akkor ott nem szoknak haza. És helybe az anyaországi hivatásos tisztek is megosztottak voltak a visszavonuláskor, hogy most ezt akkor elfogadják, vagy ne. A magyar második hadsereg 1944. szeptember 5-én Kolozsvár környékéről kiindulva 65 kilométeres frontszakaszon támadásba lendül. 2 nap alatt szinte teljesen megsemmisítik a velük szemben álló román negyedik hadsereget. A 3. napon elérik a Marost. Marosludas, Torda és Aranyosgyéres magyar lakossága kitörő örömmel fogadja a bevonuló magyar csapatokat. Nagyenyedet azonban nem sikerül elfoglalni, és a kiürített Dicsőszentmártonba is csak az elővédek futhatnak be. A magyar hadsereg le kellett állítsa az előrenyomulást, ugyanis beleütköztek az ukrán második front páncélos egységeibe. Szeptember 12-én kezdetét vette a tordai csata. Erdély történetének legnagyobb hadi eseménye. Ilyen véres csata Erdély földjén a történelemben nem volt, és reméljük nem is lesz. 3 héten keresztül 10 000-vel hultak a katonák az Aranyos völgyének a különböző szakaszaiba. Ugye a szovjetek délről próbálták elfoglalni Torda városát és betörni a védelembe, hogy foglalják el Kolozsvárt. Több mint 10 000 magyar katona esett el, a szovjet veszteség ennek többszöröse, nem rendelkezünk pontos forrásokkal. Itt persze a veszteség esetén hősi halottakat, sebesülteket, eltűnteket és fogságba esetteket írtunk, tehát nem mindenki a csatatéren elesett hősi halott. A tordai csata megakadályozta azt, hogy hátba támadják mind a székely határvédelmi erőket, mind már szeptemberben megvalósuljon a Debrecen irányába a szovjet előretörés. És az, hogy az egész Székelyföldet ki tudták üríteni, vissza tudtak vonulni a magyar alföld irányába, a Tisza vonalára, az a tordai csata úgymond sikerének köszönhető. A hihetetlenül véres harcok után, október 4-én az ellenség elfoglalta Tordát. 1 héttel később a kiürített Kolozsvárt. 1944. október 25-én a román és szovjet alakulatok bevonulnak Szatmárnémetibe és Nagykárolyba.
ezzel a teljes észak-erdélyi terület ismét román fennhatóság alá került. Október 25-e ma a román hadsereg napja. Az ismeri az én országomat, aki állt már a szivárvány alatt, mely sorsos égen tündököl naponta, és emberöltők véres könnye fonta. Itt sem volt, ott sem volt birodalom, csupa álom és csupa furcsalom, amit csak egy nép emlékes szerelme őrizhet ott az idővel perelve.